Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mi az ő gondolata, mik az ő tervei. Itt a választ megadja ez a kártya. Láthatóak a kelyhek. És a kelyheknél mindig érzelmekről van szó. Ez a kép utal a könnyek mezejére. Ez itt látható, ahol a szín kicsit sötétebb, és ahol a kelyhek vannak. Ez a hölgy egy más irányba tekint. Ez lehet te, ez lehet az ő tartása. Minden esetre azt mutatja a kártya, hogy hátat fordítatok a könnyek mezejének, és lezárjátok a múltat, lezárjátok a szomorú emlékeket. Itt van egy új irány, a csillagkép, az szintén jelenti azt, hogy itt lesznek változások. Ez hasonló, mint ahogy már mondtam, hogy április 20-án új hold van, és egy nap fogyatkozás. Itt kármikus témákról van szó, Ráhu hatása alatt van ez az új hold, és Ráhu utal egy új irányra, egy új kezdetre, változásokra, hasonlóan, ahogy itt ezen a képen látható. Erről készítettem egy videót, az új holdról, erről a napfogyatkozásról. Tehát itt látható ezen a képen az ő terve, ő tervez változásokat. Változtatni akar valamit a helyzeten, de mielőtt intézkedik, lezárja a múltat, a szomorú emlékeket. A második kérdés az lenne, hogy milyenek az érzelmei, és itt bepillantunk az ő érzelmi világába. Ő úgy áll a dolgokhoz, illetve ül itt a képen, a trónján, mint egy király. Az jelenti a büszke tartását. Ő most nagyon-nagyon magabiztos. Tudja, hogy mit akar, akkor is, ha itt a tűz eleméről van szó, nem fogja elsietni a dolgokat, hiszen látható, hogy figyeli az eseményeket. A harmadik kép arra utal, hogy mit fog tenni. Itt ezen a képen nem ő, tehát nem ez a férfi látható, hanem te vagy látható a képen, amennyiben te egy hölgy vagy. Nálad is megvan ez a királynői tartás, ez a büszkeség, te is el akarod foglalni a helyedet az életben. Ez a kard azt jelenti, hogy fontos döntéseket fogsz hozni, és szeretnél vele valamit tisztázni. Nála a tűz eleme dominál, az a férfiasság, a bátorsága, a lelkesedése, vagy a szenvedélyek, nálad pedig a levegő eleme dominál, ami utal kommunikációra, a szabadság érzetére, a könnyűségre. Itt kell az egyhang. Tehát közeledj hozzá, de neki is közelednie kell hozzád. És itt ez a kártya mutatja majd azt, hogy mi fűz össze benneteket, és ez a szerelem. Bízhatsz ebben a szerelemben, hiszen itt tényleg mély érzelmekről van szó, és el fogjátok hagyni a könnyek mezejét. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!